Na, amit még biztos, hogy nem tudtok rólam, illetve rólunk, az az, hogy én és a barátnőm nagyon-nagyon szeretünk már gyerekkorunk óta legózni, és mivel Kingának nemigen voltak legói, ezért fölevelítettük a régi emlékeket, és úgy gondoltam, hogy újra elkezdek legószetteket vásárolni. Attól eltekintve, hogy így is rengeteg legóval rendelkezek, és több fióknyi legókészletem van, úgy gondoltam, hogy a 2018-as év végén elkezdek újabbnál újabb készleteket vásárolni. És még hogyha nem is indítunk új sorozatot a legókkal kapcsolatban, mindenképpen szeretném, hogy legalább néhány videó ezekről a játékokról szóljon. És rögtön bele is kötnék a saját mondatomba, a Lego nem feltétlenül tekinthető csak is játéknak, ugyanis felnőtt korban is remek szórakozási lehetőség, és hogyha nem is úgy tekintünk rá, hogy csak játszunk vele és csak a gyereknek adjuk oda, ha ettől el tudunk vonatkoztatni, akkor megtaláljuk azokat a dolgokat, amik miatt igazán érdemes egy felnőttnek vagy egy idősebb gyereknek játszani Legóval. Mivel mi hatalmas Harry Potter rajongók vagyunk, és szerintem a nézők között is akad olyan, aki lehet, hogy nem Harry Potter rajongó, de biztosan olvasta a könyvet, vagy látta a Harry Potter filmeket, ezért úgy gondoltuk, hogy az első LEGO bemutatónk az a Roxford bemutatása lesz. Igen, mert néhány nappal ezelőtt megérkezett ez a kis csomag, ami tartalmazta ezt a készletet, amiből ugye össze lehet építeni a Roxfordot. Ez nem a legnagyobb, de nem is a legkisebb Roxford építmény, amit LEGO-ból meg lehet építeni. Ez olyan közepes szinten van, és még bővíthető különböző elemekkel, amit talán majd a későbbiekben be is szerzünk. Az eredeti ára ennek a készletnek, az eredeti LEGO Roxfordnak 35 és 40 ezer forint között található, viszont hogyha a hamisítványt, még egyszer mondom, a hamisítvány nem az eredeti LEGO-t veszitek meg Kínából, akkor akár 20, 25, talán még 15 ezer forintért is hozzá tudtok jutni. Ugye így néz ki itt előttem ez az építmény, amit láthattok. Tulajdonképpen ez a Roxfordnak a fő csarnokát, azt a csarnokot, ahol Harry Potter és a többi diák, illetve a tanárok is ebédelnek, ahol rengeteg csatajelenet és izgalmas jelenet lejátszódott a filmben. Emellett még a fő tornyot is tartalmazza, amely számos szobát rejt magában, és a legeslegjobb ebben a készletben, hogy ugye nem csak az épületet kapod meg, hanem rengeteg Harry Potter karaktert is. Ha kívülről megnézzük az épületet, látjuk, hogy részletekben gazdag, nagyon szépen ki van dolgozva minden egyes eleme, persze ezt nekünk kell az útmutató alapján összeépíteni, de úgy gondolom, hogy azok, akik kitalálták ezt az építményt eredetileg a Legónál, ők nagyon-nagyon jó munkát, alapos munkát végeztek, ugyanis tényleg megszólításig hasonlít a Roxfordra, bárki ránéz távolról messziről sötétben hunyorítva, mondja, hogy ez bizony a Roxford. Igen, mert az ablakok, amiket láthatunk az oldalán, a kis mini tornyok és csúcsok sokasága, ez mind a Roxfordra jellemző. A színek és a karakterek és az őt körülvevő környezet is mind arról beszél, hogy itt igen varázslóoktatás folyik. Beszéljünk arról, ami a Roxfordon kívül található. Láthatjuk, hogy a Roxford mellett itt van Hagrid, aki a kis csónakjával éppen várja a diákokat, hogy vagy beszálljanak, vagy kiszálljanak belőle, ugye? A Roxford mellett egy hatalmas, kígyót bűvöl éppen mógus professzor, akit, hogyha jobban megnézünk, akkor a turbánja alatt már ott rejtőzik Voldemort arca. Ez a LEGO karakter, ez például azzal a tulajdonsággal bír, hogy megfordítatod a fejét, és a feje másik oldalán ténylegesen ott van Voldemort, akit a filmben is láthatunk már az első részben. Igaz, torzult alakban, de láthatunk. Ha kicsit arrébb rakjuk innen a dolgokat, Mógus professzort és a többieket, akkor már is láthatjuk a főbejáratot, és azt, hogy a főbejáratban ott áll Meggalagony professzor, ugye a híres tanára a Roxfordnak, ugyanabban a zöld szedben, ugyanabban a süvegben ott van ő, és hát tényleg ő is egy olyan karakter, akinek megfordíthatjuk az arcát, és van egy rémült arc, és van persze egy nyugodt, kedves arca. A bejáratot virágdíszíti, illetve az a kis kikötő, ahova majd ugye megérkezik Hagrid és a diákok sokasága a csónakokkal. Hogyha tovább forgatjuk az épületet, akkor betekintést nyerhetünk a belső területekbe, megnézhetjük belülről is az építményt, ugyanis ez egy tipikusan olyan LEGO készlet, aminek csak az egyik oldala tartalmazza a külső elemeket, és a másik oldalából pedig mint egy ilyen baba házba belenyúlhatunk és játszhatunk vele, hogyha esetleg szeretnénk játszani is a LEGO-val és nem csak kiállítási darabként használni. Szóval, hogyha megnézzük innen, akkor láthatjuk azt is, hogy mit tartalmaz a nagy torony, és láthatjuk azt is, hogy mit tartalmaz ez a csarnok, ahol ugye a varázslók esznek, isznak. Rögtön, amit először észreveszünk, az az, hogy Makesz rohangál az előtérben, tulajdonképpen az asztalok előtt, Harry Potter és Draco Malfoy pedig az asztalon éppen párbajozik, biztosan valami párbaj szakkör miatt. Mögöttük látható a háttér, a kandalló és a kettő darab fordítható zászló, ami ugye tartalmazza a Martekár és a Gryffindor színeit. Nagyon érdekes még ugye az elvarázsolt mennyezet, ami egy kultikus pontja a filmnek. Ez is megtalálható itt Legóban, ugyanis ezek a gyertyák itt tulajdonképpen repülnek, igaz, hogy fel kell őket függeszteni, de repülnek és mozgatható. Végezetül térjünk át a főtoronyra, hogy megismerjük, hogy mit tartalmaznak ezek a szintek. A legalsó szinten láthatjuk, hogy a toronyba való följutást egy mozdítható lépcső teszi lehetővé, amit
visszahajthatunk, illetve behajthatunk, vagy lépcsőként, vagy falként funkcionáljon. Az első szinten Ginny Weasley, ugye Ronnak a húga, tanulja éppen a bájital készítést, őt is egy varázspálcával láthatjuk ebben a szedben, ott van mellette egy üst telerakva mindenféle alkotóelemekkel, mellette pedig egy asztal, ami drága köveket rejt. Ha egy szinttel följebb lépünk ebben a toronyban, akkor méltán híres karakterekkel találkozhatunk. Van ott egy pók, ami ugye hát a varázsló világban elég sokszor megtalálható, de ott van mellette Hedwig is, a posta bagoly, Harry Potternek a bagja, illetve mellette itt van még a Teslek süveg, ami ugye kiválasztja, hogy melyik varázsló melyik házba fog kerülni. Emögött a két karakter mögött pedig egy kincses láda is található, ami titkos kincseket rejt. A legeslegfelső szinten pedig egy igazán érdekes elemet láthatunk, azt a tükröt, amiben a karakterek azt láthatják, hogy mire vágynak a legjobban. Harry Potter azt látja például, hogy mellette állnak a szülei és támogatják őt, Ron azt látja benne, hogy híres Quidditch játékos lesz, és emellett még másik kétfajta tükröt is bele lehet tenni ebbe a keretbe, úgyhogy ha másik vonalat szeretnétek eljátszani ezzel a LEGO szettel, akkor azt is meg lehet oldani. Viszont ez a tükör ez innen kimozdítható, ugyanis nincs rögzítve, csak egy kis tartókerettel, mögötte pedig azt a Phoenix-et láthatjuk, ami ugye Dumbledore irodájában megtalálható a torony tetejében. Mind a szedben, mind a filmben fontos szerepet kap ez a madár. A karakterekből még vissza van három, amikről nem beszéltünk, elég fontos karakterekről van szó. A Roxford előtt megtalálhatjuk Ront és Hermione-t, akik ott éppen varázsolnak vagy beszélgetnek, mismásolgatnak. Igazából őket is bárhova helyezhetjük. Fontos megjegyezni, hogy ők gyerek karakterek, ami azt jelenti, hogy a Legóban ezt úgy oldották meg, hogy nem hajlítható a lábuk, tehát ezek nem ültethető karakterek, nem ültethető szereplők, hanem olyan kicsi lábuk van, hogy tulajdonképpen emiatt nem tudod őket behajlítani, és ezzel tudod igazából érzékeltetni azt, hogy ők gyerekek. Az utolsó karakter, aki szintúgy fontos még a Harry Potter történetében, az a szellem. A legfontosabb szellem talán. Félig fej nélküli Nick. Félig fej nélküli Nicket fölraktam a Roxford tetejére, mert a leírás szerint sehova nem kellett igazából helyezni. Úgy gondoltam, hogy itt méltó helye lesz, mert figyelheti azt, hogy éppen kit kell legközelebb kísérteni. Így a videó végére remélem, hogy minden részét alaposan be tudtam nektek mutatni a Roxfordnak, és nagyon remélem, hogy kedvet kaptatok a legózáshoz. Legózni pedig tulajdonképpen érdemes, hiszen fejleszti a kreativitást, a megoldó képességet, remek időtöltés, és hogyha még nincs, de majd egyszer lesznek gyerekeitek, akkor továbbadhatjátok nekik. Hogyha szeretitek a Legót vagy a Harry Pottert, akkor nyomjatok mindenképpen egy lájkot erre a videóra, ha pedig még jobban tetszett, osszátok meg, és hogyha még nem tetitek meg, akkor iratkozzatok fel erre a csatornára, hogy további tartalmakkal és talán további legós tartalmakkal találkozhassatok. Sziasztok!